csak a boncolás eredményei után tudják majd meg biztosan, hogy mi is történt valójában a 12 éves kisfiúval, mondta a mai sajtótájékoztatóján a szerb belügyminiszter. Nebojsa Stefanovic akkor beszélt az esetről, amikor még folyamatban volt a boncolás a Veseci kórházban. Otac je izvršio pozitívnu identifikáciu i definitívno je potvrđeno da se radi o telu koje je pronađeno na oko 400 metara od kuće u kojoj je dečak živeo sa svojom porodicom u reci. A keresés folyamatát megnehezítette, hogy az egyetlen szemtanú egy 9 éves gyerek, Stefan öccse volt, aki azt vallotta, elrabolták testvérét. Utóbb kiderült, hogy csak kitalálta az elrablás történetét. Ez azonban téves információ, ami a rendőrség nyomozását is félrevezette. A belügyminiszter szerint nem történt emberrablás, ahogy az a jelentésben szerepelt. A jedini očevidac je 9-godišnji brat SG, koji je izvršio u prijavu i naveo da su tri lica u tamnom automobilu izvršila otmicu i uputila se u nepoznatom pravcu. Nažalost, mi naravno ni u jednom trenutku nismo isključivali ni jednu od mogućnosti, ali nažalost ovaj današnji podatak i pronalazak tela u reci samo nekoliko stotina metara od mesta gde se navodna otmica dogodila ukazuju da je vrlo malo verovatno danas de otmice uopšte bilo. A belügyminiszter cáfolta azt a feltevést is, amely szerint a gyerek veszélyben volt a családi környezetében. Szüleit két napon keresztül hallgatták ki, és nem volt erre utaló jel, mondta. A rendőrség további 20 embert hallgatott ki, akik többsége nem mondott igazat a hazugságvizsgáló szerint, hangzott el a sajtótájékoztatón. Többet azonban nem osztott meg a nyilvánossággal a nyomozásban való előrehaladás érdekében.